Sziasztok! Már itt vagyunk Floridában. A mai videóban egy erőnövelő edzést fogtok látni. Ez egy erőnövelő program, amit csinálok 4 héten keresztül. Van egy A nap, van egy B nap. Ma az A napot fogjuk megcsinálni, ezt amúgy lehet cserélgetni a hetek során. Ma fekve fogunk nyomni, googolni, aztán húzóckodni és tolóckodni. Ez egy úgynevezett 5x5-ös program, a max erőnket próbáljuk fejleszteni, és fogjuk is, szóval tartsatok velünk. Mai edzőpartnerem Tian lesz, One FC Fighter. Hello guys! Szóval ezt az edzés programot felkészülés elején szoktam csinálni, ehhez ugye kell egy kicsit több idő, ilyenkor szoktam csinálni egy úgynevezett kreatin kúrát is. Most tényleg arra megyek, hogy minél nagyobb súlyokat tudjak megmozgatni, nyilván ésszel úgy, hogy ne sérüljek össze, és még szép legyen nagyjából a kivitelezés. Ajánlom, hogy ilyenkor használjátok deréköket, amivel biztonságosabban tudtok így edzeni. Egy jó, erős bemelegítést fogunk csinálni, mobilizáljuk a csípőt, aztán utána csinálunk egy bemelegítő kört, tehát hogy guggolni fogunk egy 10-12-t ilyen kisebb súlyra, és utána megyünk rá nagyobb súlyra. Utána megcsináljuk 5x5-öt, tehát hogy 5 körben 5 ismétlés lesz. Elég nagy súlyjal próbálunk dolgozni. A bemelegítés azt általában úgy szoktam kezdeni, hogy egy masszázspisztolyjal átvegyek a különböző izomcsoportokon. Na, most kezdjük a guggolást, csinálunk egy bemelegítőkört, kisebb súlyjal 10-12-t, aztán kezdjük a nagyobb súlyjal, 5 ismétlés, utána Tiai csinálja, az edzőtársam, utána pihenünk egy percet, és akkor ebből megcsinálunk 5 kört, utána megyünk fekve nyomni, utána meg húzóckodás, tolóckodás. Gyerünk! Az első körben még nem megyünk fel maximum súlyig, hanem ebbe guggol a kötöt, hogy nagyjából azért teljesen átmelegedjek, aztán felmegyek arra a súlyra, amivel végig dolgozni fogok. Megvan a negyedik szett, annyi a nehézség, hogy tényleg nem tud nyilván ugyanazzal a súlya dolgozni, mint én. Közben pakolgatni kell, de látjátok, ez is azért fárasztó, ez nem ugye állóképességi, csak tényleg így maxerővel dolgozunk, szóval eléggé fárasztó. Ha otthon csináljátok ezt a programot, akkor ne egyedül csináljátok, mert ugye nagy súlyjal dolgozunk, és nagyobb a sérülés veszély, tehát azért jó, ha itt van veled valaki, meg a végpontok, ne esetleg, ha már ehhez jön, akkor tudnak segíteni. This is the first week with Dr. Adam. We're going up the 245 now with the kid. The kid system. Adam, after 5 minutes, he's strong as me. Look, that's the other one. Öt guggolása, most jön a 5x5 fekvenyomás. Jó, faszom, fárasztó. Látjátok, jól megjutottunk. Now,
azt nézzétek, mennyiben fogja csinálni. Ilyesúly? Hey, don't show the number, don't show the number! 10 pandas, 4 és fél különös vektorának nézzel ki. Wow, wow, dude! You got it! Oh, oh, oh. What? Five? Beöltözök gyorsan katonának, viccet félretéve húzóckodni fogunk, ahogy látom nincs itt tolóckodó, itt is most ugye rakunk magunkra plusz súlyt, ha nincs otthon ilyen súlymellényetek, akkor hozzáfogtok a lábatok közé egy súlyt, és akkor úgy tudtok húzóckodni, ez az utolsó gyakorlat, húzóckodás, ebből is 5x5, 5x6, 7, 8, 6, hogy mennyi megy. De 5x5 az legyen meg. Csináltam 8-at, mert nem elég nehéz még ez a súly. Szóval úgy kell érezni, hogy jó nehéz legyen, olyan súlyt választotok. Ha nincs annyi súly, akkor kicsit csináljátok többet, ilyen 8-at, 8-at, 10-et. Mivel nem találtunk tolóckodót, ezért rámegyünk csigás gépre triceps gyakorlatot csinálni. Ebből 5 körben csinálunk ilyen 8-10 ismétlés számot. Na, annyi lett volna a mai videó, remélem tetszett, srácok. Ha tudjátok, akkor használjátok fel nyugodtan ezt az edzésprogramot. Hamarosan jelentkezek majd a második részre is, a B-nappal, az is ugyanilyen erősítő program. Légy szíves, iratkozz fel a csatornámra és dobj egy lájkot. Hamarosan találkozunk a következő videóban, addig is szevasztok! Pá!